nincsen igazi baloldali politikai erő Magyarországon, mondja Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Vendégünk az MSZP volt elnök helyettese, aki szerint a szocialisták mélyrepülése már 2004-ben elkezdődött. Az ügyészség mellett az adóhivatal is vizsgálja. Voltak egy gyanús pénzmozgások a Jobbiknál. A stúdióban az ügyet kirobbantó Szabó Balázs, a párt volt szekszárdi tagja. Már is megyünk tovább. Szili Katalint köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok önnek is, és a televízió nézőknek. Egy konferenciát rendezett nemrégben a Nézőpont Intézet. A baloldal közép-európai válságáról szólt ez a konferencia. Először induljunk ki Magyarországról, illetve a magyarországi baloldali erők helyzetéről. Ugye sokan a 2006-os dátumhoz, az Összödi beszéd kirobbanásához kötik, vagy onnan datálják a baloldal leépülését és ennek a romlásnak az elkezdését, de ön azt mondja, hogy ez 2004-ben elkezdődött már. Mikor? Igen, 2004. december 5-én, amikor volt az ominózus népszavazás az állampolgárság megadásáról, amiben úgy szólt a kérdés, hogy akarja ön, hogy a magyar parlament törvényt alkosson az állampolgárság megadásáról. Én azt hiszem, hogy az volt az a pillanat, amikor megroppant a bizalom a szocialista pártban, illetőleg hát az akkor baloldaliként apostrofált szocialista pártban. És ezt követően nyilván azért volt még egy 2006-os választási győzelem, de ennek a körülményeit mindenki ismeri. Én azt hiszem, hogy ez volt az a momentum, és én ebben vitatkoztam úgymond azokkal, akik azt az előterjesztést tették, amiben alapvetően egy vizsgálat szerepelt, hogy Közép-Kelet-Európában mi történik a baloldallal, hiszen jelentős népszerűségvesztést éltek meg valamennyi országban tulajdonképpen. És nagyon érdekes volt, mert az összehasonlításban jól látható volt, hogy két olyan országban, Szlovákiában, illetve Romániában tudott a baloldal erős maradni, ahol nemzeti elkötelezettségű volt a baloldal. Ez egy fontos pont, hogyha mondjuk szimbolikus dátumként fogjuk fel ugye a december 5-i népszavazást, és valóban az a tapasztalat, hogy Románia és Szlovákia, ez a két ország, ahol erősödni tudott a baloldal, akkor valóban a nemzethez fűződő viszony lett a kulcskérdés? Igen, ebben az összehasonlításban három olyan elemet emeltek ki az elemzők, amiben az egyik volt a gazdasági álláspont, amit a baloldal kialakított. Erről majd még néhány szót én szólnék a magyar baloldal tekintetében. A másik kérdéskör volt, ami a napi politikát is meghatározza, hiszen minden nap elhangzik ez a migrációs válsághoz való hozzáállás. És a harmadik kérdés pedig a nemzethez fűződő kapcsolat volt. Én ezt még kiegészítettem azért néhány kérdéssel. Az egyik ilyen volt, de ezek már lehet, hogy következmények. A hitelesség kérdése, az, hogy milyen volt egyébként a keresztény kultúrához a hozzáállás, egyáltalán a kereszténységhez. És én azt hiszem, hogy ezek mind benne vannak abban a csokorban, amire ma azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a baloldal válságát jelentette, hiszen hogyha végig tekintjük a 12 év kormányzását, akkor alapvetően mindig is az a neoliberális gazdaságpolitika volt jellemző, kivéve egy időszakot, amit aztán elég jócskán ostoroztak is, mikor Megyesi Péter a kormányra kerülést követően beváltotta az ígéreteit, és jelentős fizetésemelést, egyebet hajtott végre. Ezt követően őt elég kritika is érte emiatt, de én azt gondolom, hogy az mondjuk egy olyan intézkedés volt, amit egy baloldali pártnak és kormányzó pártnak és kormánynak meg kell tennie. Ugyanakkor mindvégig, valamennyi intézkedést tekintve, gyakorlatilag a tőkepártján állt, és úgymond a szabad versenyt és az állampolgárok számára az öngondoskodást hirdette. És azért én azt hiszem, hogy egy önmagára kicsit is adó baloldali politikai erőnek alapvetően nem szabad megfeledkezni arról, hogy melyek azok a feladatok, amiben nem lehet csak és kizárólag a szabad piacra hagyni, és a
szabad versenyre a polgárokat, hanem egyszerűen kell, hogy legyen az államnak részaránya és részesedése. Ugye ez az idézett vizsgálat a posztkommunista térségben vizsgálta főként a baloldali pártok helyzetét, bár európai kitekintéssel. Hogyha ezt vesszük alapul, és mondjuk a posztkommunista országokban működő mai baloldali erőket posztkommunista utódpártoknak tekintjük, akkor végül is valahol az ő ideológiájuk vagy identitásuk egyfajta internacionalizmusban gyökerezik. És itt van ez az új keletű vagy újvilági internacionalizmus, amit viszont most a közös Európában, vagy az egységes Európában vélnek felfedezni egyes politikai erők, független egyébként jobb és baloldaltól. Szóval nehéz egy ilyen időszakban meghatározni a nemzethez fűződő viszonyban. Igen, ezen a minikonferencián gyakorlatilag felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán lehet-e ma a baloldalról és jobboldalról, és liberális ideákról beszélni. Én azt gondolom, hogy az, amit gyakorlatilag neoliberális politikának tekintünk, és direkt nem a liberalizmusról beszélek, hiszen ki ne hinne ma a szabadság eszméjében, vagy a szolidaritás eszméjében, én azt gondolom, ezt mindannyian valljuk, hanem egyszerűen abban a kiszolgáltatottságban, amiben például ma az európai polgárok vannak, nem csak a migrációs kérdés miatt, hanem egyszerűen amiatt a verseny miatt, aminek kitettek, és azért az emberek vágyják a biztonságot. Viszont az a neoliberális eszmerendszer jeleníti ma meg, és ebben egyébként régen is sok vitám volt többekkel, hogy voltak, akik azt állították, hogy a neoliberális politika ma tulajdonképpen a baloldali politika. Véleményem szerint nem, mert például visszatekintünk oda, hogy az állami szerepvállalás mekkora, azért egy baloldal sosem mondhat le arról, hogy az államnak például egészségügyben, oktatásban, stb. Szerepe van, tehát erről nem szabad lemondani ezekről az ideáiról. Viszont ahogy ön említette ezt a globális világban elfoglalt szerepet, ami régen valóban az internacionalizmus volt, ma a kozmopolitizmus, ma a globalizációban történő maximális hit jellemzi ezeket az erőket, és ha már itt előtte kormányszóvívő úrral a nemzetről és a nacionalizmusról szó volt, ahogy elhangzott itt Merkel asszony, ugye erre utalt, hogy hát azért az egységes Európába kell hinni, ilyenkor én mindig felteszem a kérdést egy. A nemzet és a nacionalizmus között nem szabad egyenlőségjelet tenni, mert ez szerintem két különböző dolog. Nacionalizmusnak van egy nagyon pejoratív értelme, ugyanakkor én azt hiszem, hogy az, ami a nemzeti összetartozást jelenti, az egy teljesen 21. századi olyan közösségi érték, ahol tényleg egymásba lehet kapaszkodni, ahol a biztonságot ezek az emberek megkapják. És a másik kérdés, amit én szívesen felteszek, hogy hogy lehet olyanoknak beszélni egy egységes Európáról, akik az elmúlt 3 évben jottányit nem tettek azért, hogy ettől a migrációs válság kérdéséről Európát megvédjék, amiben hozzáteszem, például a magyar baloldal is egy olyan oldalra állt, ami szerintem nyilvánvalóan hozzásegítette ahhoz őket, hogy harmadszorra is kétharmados vereséget szenvedjenek. És hát akkor itt folytatjuk a kérdést, és azt tettem föl én is egyébként tegnap, hogy hát akkor hol a baloldal ma egyáltalán? Van-e ma baloldal? Vagy csak attól baloldal, hogy egyébként ellentmond mindent annak, mindent, amit a kormányzó pártok tesznek? Én azt hiszem, hogy vissza kell azért térni a gyökerekhez, mert azért azok az értékek, amit akár a nemzet jelent, a keresztény kultúra, vagy akár a kereszténység jelent Európa számára, ezek olyan értékek, amit egy baloldali erőnek is igenis föl kell vállalnia. Viszont ehhez kell az, hogy a hitelességet is visszaszerezze. Erre alkalmas a jelenlegi baloldali erők közül bármelyik? Az a helyzet, hogy van, ahol a hitelességgel van probléma. Van, ahol pontosan azzal, amit én hozzáteszem, nem ma mondok el, ezt én 10 éve, amikor még ott azon az oldalon politizáltam, akkor is elmondtam, tehát mondjuk ez nem mai keletű, éppen tegnap utaltunk erre is, hogy 2007. februárjában írtam egy dolgozatot, amiben pontosan ezeket írtam le, hogy kell egy korszerű nemzetpolitika, vissza kell térni ahhoz a gazdaságpolitikához, amiben benne van az a fajta patriotizmus, ahol tényleg azoknak adunk, akik ma erre rászorulnak, és azért ezt kormányon is meg kell mutatni, és nyilvánvaló ehhez hozzátartozik az az érték is, hogy
nemzetben gondolkodik, tehát nem lehet azokat az értékeket maga mögött hagyni, amit egyáltalán a nemzet jelent. Mondhatná erre most bármelyik jelenlegi baloldali párt, hogy ezek a platformok foglaltak, hiszen az Orbán kormány teljesíti gyakorlatilag a szociális gondoskodási feladatát is az államnak, és hát nemzetben gondolkodik, van válasz a globalizmusra, hogy a migrációra is, tehát miben tudná megkülönböztetni magát egy új baloldali párt a jelenlegi jobbközében? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azért a mai kormányzó pártok azzal, hogy rezsicsökkentéstől a bankadóig, és sorolhatnánk tovább, olyan intézkedéseket tesznek, amiben tényleg a részben a gondoskodás, részben pedig a biztonságot biztosítják. Ugyanakkor én egy másik kérdéskört tettem az asztalra, mégpedig az, hogy ma azt látom, hogy a konzervatív oldalnak van egy koherens világképe a mai globális világban, hol helyezi el magát. Viszont az ellenzéki pártoknál ezt a koherens világképet hiányolom, ami alternatíva képző lehet, de ehhez hozzá kell tenni azt is, ami a rendszer kritikát jelenti. És a rendszer kritikát sem látjuk, hanem egy-egy elemet, ami kritikaként megjelenik, de önmagában az egész koherens világkép a rendszer kritikával és hiteles politikusokkal én azt hiszem, hogy hiányzik. És itt nem arra kell haragudni, aki ezt elmondja, hanem önmagában azért azt látni, hogy a harmadszori kétharmados győzelem azért azt jól jelzi, hogy az állampolgárok ezt várják. Tehát ezt nem én mondom, nem más, hanem egyszerűen az állampolgárok, és ők igazolták ezt vissza, hogy erre lenne szükség. Hozzáteszem, tegnap ott elhangzott az is, hogy én említettem, hogy volt olyan jelentős kormányzópárti politikus, aki egyszer azt mondta nekem, hogy nehéz hosszú távon egy lábon állni, mert az fárasztó. Tehát kellene azért olyan baloldali politikai erő, amelyik adott esetben a vitában segíti a kormányzó pártokat, és nem is hagyja azt, hogy idézőjelben mondva eltunyuljanak a politikában, hanem tényleg egyfajta komoly kihívást és kontrollt jelent, ezzel erősítve egymást. Én azt gondolom, hogy ilyenre szüksége van az egész országnak. Szili Katalin, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget, további szép estét.